Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Naphíre YouTube csatornájának kedves nézőit. Ez a Kérdezzen dr. Magyar Györgytől legújabb adása. Tisztelettel köszöntöm, ügyvéd úr. Remélem, hogy minden rendben van, jó egészségnek örvend. Még életben vagyok, és próbálok megmaradni. Szerintem nem fogunk senkit meglepni azzal, hogy ma a Bicskei Gyermekotthon vezető helyettesének adott köztársasági elnöki kegyelemről fogunk beszélni először, aztán majd lesz más témánk is. Most annyi témánk van, hogy a nézői kérdéseket a jövő hétre fogjuk halasztani. Remélem, hogy a kedves nézők nem bántodnak meg emiatt. Akkor vágjunk bele. Meglepődött az ügyvéd úr ezen az ügyön, hogy ebből ekkora botrány lett, vagy meglepődött azon, hogy egyáltalán Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott annak az embernek, aki hát szorgoskodott a Bicskei Gyermekotthonban történt tömeges szexuális visszaélések ügyének az eltusolásában néhány évvel ezelőtt? Az az igazság, hogy én már nagyon ritkán lepődöm, mert nagyon sok mindent értem át és tapasztaltam. Talán nem a meglepetés itt a jó kifejezés, hanem inkább a szakszerűség kérdésköre merül fel, és az, amit talán a közvélemény nem világosan lát át, hogy amikor a köztársasági elnök ezt az úgynevezett királyi jogkört, mert ez királyi kegyelemnek felel meg, gyakorolja, akkor nem az ügy érdemi részét vizsgálja, nem a bírósági ténymegállapításokat vitatja vagy engedi el, hanem az egyéni kérelemnek a méltányossági felelősségét vizsgálja, és ebből a szempontból a döntésének meg kell alapozottnak lennie, de nem köteles megindokolnia. Ismerni kéne itt a procedúrst, gondolom a kérdés erre vonatkozik, hogy történhetett ilyesmi, ami méltán közfelháborodást keltett. Én azt gondolom, a szakmai apparátusnak lehetnek hibái. Két helyen is találunk szakmai apparátust az előzetes kérelmekkel összefüggésben. Az egyiket az Igazságügyminisztérium környékén kell megtalálnunk, a másikat pedig a Sándor palotában kell megtalálnunk. Kegyelmi kérvény ugyanis a bíróságunk keresztül kerül felterjesztésre az Igazságügyminisztériumhoz. Az Igazságügyminisztériumnál önálló osztály vizsgálja a kérdést, gyűjti be mindazokat a háttérinformációkat, amelyek a megalapozott döntéshez szükségesek, bíróságon keresztül, és utána óriási felelőssége van az apparátusnak és magának az igazságügyminiszternek, aki akkoriban még Varga Judit volt, hogy felterjeszti ezt a kérvényt az elnökhöz, és az elnöknél egy másik ügyosztály ugyanígy előkészíti a kegyelmi kérdéseket, ugyanígy szakmai alapon megszűri a beadványt, és úgy terjeszti a köztársasági elnök elé, aki ezek után vagy figyelembe veszi a két szakmai apparátus előterjesztését, vagy átgondolja és saját döntését hozza meg. Itt az történt, hogy ő tudomásul vette a szakmai előkészítést, és meghozta ezt a döntést. A felelősség részben csak az övé, én úgy látom, nagyobb felelősség van az előbb említett szakmai apparátusokon. De a balhét azt ki fogja elvinni? Most ugye a jogi értelemben, javítson ki, hogyha rosszul mondom, vagy tévedek, de jogi értelemben, legjobb tudomásom szerint ugye nincsen még indoklási kötelezett, nyilvános indoklási kötelezettsége sem az államfőnek. A politikai felelősség ilyenkor az övé, vagy ilyenkor a Varga Judité konkrét esetben, tehát az akkor hivatalban lévő és a döntést ellenjegyző igazságügyi miniszteri? Etikai, erkölcsi felelősségét kell megkérdeznünk az államfőnek, és a szakmai felelőssége és a politikai felelősség az a volt igazságügyi miniszteri. Nem véletlen ugyanis, hogy kormányzati előterjesztés kell, igazságügyi minisztériumi előterjesztés kell a kegyelemhez, annak az egész procedusznak az elindításához, és az sem véletlen, hogy amikor a köztársasági elnök esetleg kegyelmet biztosít, a miniszternek ellen kell jegyeznie. Ez az ellenjegyzés adja meg a politikai felelősséget, ez adja meg azt a lehetőséget, hogy utána az állampolgárok találkozhatnak egyáltalán ezzel a kérdéskörrel,
de mint láttuk itt, súlyos hiba történt, mert nem kötelesek nyilvánosságra hozni, és mégis nyilvánosságra kerül. Ez okozta a közfelháborodást. Megítélésem szerint, tehát a kérdésre az a válasz, hogy erkölcsi felelőssége van a saját nimbusza vonatkozásában az államfőnek, de politikai felelősségét a kormányzat képviselőjének, a miniszternek kell viselnie. Tehát a miniszter egyszer szerepel az előterjesztésnél, majd szerepel az ellenjegyzésnél. Ismertünk már olyan eseményeket, amikor valaki nem írta ezt alá. Mit ért az ügyvéd úr politikai felelősség alatt? Tehát mi az az ár, amit adott esetben ezek szerint Varga Juditnak meg kell fizetni ebben az ügyben? Hát ő már túl van azon, hogy fizessen. A tevékenysége megítélésem szerint így utólag nem volt pozitív, pedig egy jól felkészült, értelmes jogászasszony, és azt gondolom, hogy ebben a funkciójában ő nem szerepelt jól. Gondoljunk csak a Pegazus ügyre, gondoljunk csak a Völner ügyre, gondoljunk csak a meneküléseire és a nyilatkozataira, elfogultságára. Én azt gondolom, hogy ő ebben a szerepkörben nem jól szerepelt, itt is a kegyelem joggyakorlásánál is felületesen járhatott el, vagy csak rutinból, és nem kellő odafigyeléssel. De nem akarom az ő munkáját még kifogásolni, a politikai felelősség pont abban van, hogy itt bűnözésről van szó, ugye? Ne felejtsük el, hogy büntető bíróság hozott jogerős ítéletet valakivel szemben, és börtönbüntetésre ítélték az illetőt, amely vonatkozásában jött a kegyelmi előterjesztés, és a kegyelmi előterjesztés a közvélemény számára úgy jelenik meg, hogy egy bűnözőt futni hagytak. Tehát a közvélemény ezt borzasztóra leegyszerűsíti, és azt mondja, hogy volt valaki, akit elítéltek jogerősen több mint 3 év szabadságvesztésre, és az elnök vállalja azt a felelősséget, és az igazságügyi miniszter vállalja azt a felelősséget, hogy az illetőnek a büntetést nem kell kitöltenie. Emlékezzünk vissza, hasonló nagy problémát jelentett, amikor Budaházi György vonatkozásában történt meg a kegyelem, ott is azt kell értelmezni, hogy nem a bírósági döntést írja felül a közszársasági elnök kegyelme, hanem a méltányossági oldalát veszi elő, és amikor ezt a jogkörét gyakorolja, akkor az egyén nézi, és azt nézi, hogy vele szemben gyakorolható-e az a méltányosság, hogy nem kell letölteni a büntetésének a hátralevő részét, és itt még az különösen felháborította visszatérve erre a Bicskei jogesetre, hogy egy pszichológus tanárról van szó, akinek közvetlen a kapcsolata a gyermekekkel, és az ilyen személyiség vonatkozásában a bíróság nem véletlenül hozott olyan mellékbüntetést, hogy eltiltotta a foglalkozásának gyakorlásától. A foglalkozástól való eltiltás gyakorlásának jogkövetkezményei alól is mentesítette ez a kegyelem. És én azt gondolom, hogy itt már szakmai hiba történt, mert ha méltányolják is az illetőnek azt, hogy nem kelljen hosszú ideig börtönben lennie, és a reintegrációs időszak alatt elengedik a büntetett előélethez fűződő joghátrányait, kellett volna megítélésem szerint szakmailag differenciálni, ahogy a Budaházi ügyben is történt egy differenciálás, ugye? Itt nagyon fontos lett volna, hogy a mellékbüntetés jogkövetkezmény alól ne mentesítsék, magyarul, ha őt vissza is engedik a társadalomba, nem tartják izolálva, elzárva, ne menjen vissza iskolába, ne menjen pszichológiába, ne menjen olyan körülmények közé, ahol a gyermekekkel találkozik, és ilyen előélettel és ilyen elítéltetéssel ő ne osszon igazságot, és ne szerepeljen a gyermekek nevelésében. Én azt gondolom, hogy ez az, ami itt problémás, és ez verhette ki a biztosítékot. Na most, ugye hogy egészen konkrétan az történt, hogy ez az intézmény vezető helyettes arra bírt rá, arra kényszerített szexuális bántalmazás áldozatává vált fiúkat, akiknek a bántalmazója egyébként az ő főnöke, tehát az intézmény vezető volt nagyon-nagyon hosszú időn keresztül, és számos esetben
hogy az ezügyben megtett vallomásaikat vonják vissza. Tehát nem tudom, az ügyvéd úr emlékszik-e, vagy látta annak idején a Tábornok lánya című fantasztikus filmet, ahol egy szintén szexuális bántalmazási esetnek ered utána a nyomozó, aki John Travolta játszik, és megállapítja a filmben, hogy az erőszaknál van még egy undorítóbb dolog, az az árulás. Azt hiszem, hogy itt ezt követte el ez az intézmény vezető helyettes. Ugyanis eseti gyámja volt azoknak, az egyébként családból kiszakított, nyilván okkal kiszakított fiatal embereknek. Az az eseti gyámja volt ő, akire számíthattak volna, vagy számítaniuk kellett volna tudni egy ilyen esetben, és ő pedig tényleg a legaljasabb árulást követte el velük szemben, ő ezért megkapta a büntetését, és ennek a jog következményei alól mentette fel többek között a köztársasági elnök. Ugye, hogy egyértelműek legyünk, igazából börtönbüntetéstől ezzel már nem úszott meg, mert már ilyen reintegrációs őrizetben volt, ez a bizonyos intézmény vezető helyettes. Nekem az a kérdésem, hogy mennyire tipikus az, hogy egy köztársasági elnöki kegyelem ilyen igazság érzett sérelmet okoz a társadalomban. Azért kérdezem, mert ugye ez az eset nyilvánosságra került. De bizonyos szempontból minden kegyelmi döntés, ezt Hak Péter mondta ma reggel az ATV Start című műsorában, hogy bizonyos szempontból minden köztársasági elnöki kegyelmi döntés szembe megy a társadalom igazságérzetével, hiszen megakadályozza azt, hogy érvényesüljön a bíróságnak a döntése az adott esetben. Mennyire, hogy mondjam, okoz maga az intézmény, tehát maga a kegyelem lehetőségének a léte, ez mennyire okoz sérülést a társadalom igazságérzetében? Egy pillanatra tekintsünk el a konkrét esettől, aztán nyilván majd ezzel foglalkozunk tovább. Én azt gondolom, hogy nem a joggal van a probléma és a jog nyitvatartásával, hanem az alkalmazásával. Tehát az, hogy van kegyelmi jogkör, az nem baj. Vannak olyan justice mordok, és vannak olyan szituációk, amikor erre szükség lehet. Nem véletlenül említettem a régi időszakból a királyi kegyelem intézményét. Nem baj, hogy van ilyen jog. Ha rosszul alkalmazzák, vagy ahogy már fentebb beszéltünk róla, a szakapparátus nem kellő odafigyeléssel dolgozik, az igazságügyi miniszter sem figyeli a részleteket, akkor a jog alkalmazásával esetleg visszaéléssel lehet beszélni. Nem az a baj, hogy van kegyelmi jogkör, az a baj, hogy nem jól alkalmazzák. Vagy nem helyesen alkalmazzák, és nem szakszerűen alkalmazzák. Fontos dolgot szeretnék most ezzel kapcsolatosan mondani. A közvélemény is ezt keveri. Az elnök nem vizsgálja felül jogi értelemben a történet. Ő nem azt nézi, hogy az elítélt magatartásának mi a tényállása, mi a büntetjogi következménye, helyesen döntötte a bíróság, sok börtönbüntetés szabott ki, vagy enyhét szabott ki, nem ezt vizsgálja. Erre ott vannak a jogorvoslati lehetőségek, az igazságszolgáltatás különböző fokozataiban. Elsőfokú eljárás, másodfokú eljárás, fellebbezésből fakadó kúriai felülvizsgálat, peruvítások lehetősége, felülvizsgálatok lehetősége, ügyészi oldalon is, terheti oldalon is. Tehát ott van a sok-sok jogi felület arra nézve, hogyha valaki méltatlanul vagy ártatlanul lett elítélve, akkor az igazságszolgáltatás belső rendszerén belül lehessen ezt a korrekciót megvalósítani. Ez nagyon fontos dolog, és semmi köze nincs a kegyelmi jogkör gyakorlásához. A kegyelmi jogkör gyakorlása egy különleges dolog, és nem tartozik az igazságszolgáltatás rendszeréhez, kívül esik. Jól mondja, aki azt mondja, hogy ez ebből a szempontból szembe megy, de csak erkölcsi értelemben megy szembe, jogszakmai szempontból nem megy szembe. És így helyes, a közvélemény valóban azt látja, hogy itt van egy olyan személyiség, aki támogatta a pedofilt, itt van egy olyan személyiség, aki közvetlenül neveli a gyermekeket, és mégis szabadlábra helyezi. Senki sem jogosult megítélni azt, hogy a bíróság jól tárta fel a bizonyítékokat, senki nem jogosult megítélni, hogy helyes döntést hozott, csak az igazságügyi apparátus belső rendszere jogosult revidálni, az elnöki kegyelemnek ehhez semmi köze. Na most ilyenkor, amikor
Hát nagyon, én nem emlékszem az elmúlt, a ügyvédőr emlékszik az elmúlt 32, 33, 34 évből olyan esetre, amikor egy-egy kegyelem ilyen vihart váltott ki. Én emlékszem a Kunos ügyre, amikor ugye pont Dávid Ibolya nem ellenjegyezte a kegyelmi kérvényt, amihez egyébként minden joga megvolt. Emlékszem, hát ugye nyilván említette is már ügyvéd úr a Budaházi csoportnak az ügyét, ami abban különbözött ettől az ügytől egyébként, hogy ott a csoport egy részének maga az egykori áldozat Csintalan Sándor is kegyelmet kért. Itt ugye szó sincs erről, tehát itt az áldozatok egyáltalán nem hát nyugodtak bele ebbe a kegyelembe, amit itt a Bicskei gyermekotthonnak a vezetőhelyettese kapott. Aztán ugye volt a Simek Kitti ügy, amikor Mádl Ferenc köztársasági elnök egyébként a közvélemény akkori hangulatával megegyező módon adott kegyelmet az őt molesztáló, mostoha apját lelövő tínédzser lánynak, és ugye van ez a mostani. Én ilyen viharra, mint amit a... Igen, Volt még egy, parancsoljon. hirtelen jutott eszembe, most jutott eszembe, egy anyukának is adtak kegyelmet, aki halálba segítette a nagyon beteg kislányát. Ott is ez a méltányosság állt be, mert végső fokon, ha szigorúan a jogi kategóriát nézek, akkor az emberölés, ugye? De hogy a büntetéssel kapcsolatos joghátrányok alól mentesítsék, arra való a kegyelem. Ez egyéni kegyelem, nem keverendő össze a közkegyelemmel. A közkegyelem akkor van, amikor amnestia van, ugye egy-egy bűnöző csoportokat elengednek, vagy egy-egy büntető csoportoknak különbözően politikai értelemben adnak büntetőjogi hátrányok alól mentesítést. Ezek egyéni kegyelmek. Az egyéni kegyelemnek is két kategóriája van, tisztelettel jelentem. Az egyik kategória, amikor még folyik az eljárás, tehát eljárási kegyelemről van szó, ott mentesíthetik az eljárás alá vontatta a jog következmények alól és a büntetőjárás alól. És van az úgynevezett végrehajtási kegyelem, amiben most legutóbb a Budaházi ügy is, meg ez a fiatalembernek az ügye is, a tanárembernek az ügye is tartozik, amikor már jogerős elítéltetése van, és a jogerős elítéltetés joghátránya alól mentesítik. Még egyszer mondom, itt a jogszakmai hibát én abban látom, hogy a mellékbüntetés vonatkozásában nem volt kellően odafigyelő a szakapparátus, sem az elnök mellett működő szakmai apparátus, sem az igazságügyi miniszter mellett működő szakapparátus, de a felelősség az ellenjegyzés tekintetében kizárólag a Varga Judité. Rendben, ezt értem. Az a kérdés, hogy ilyenkor, amikor történik egy ilyen eset, és hát ebben a konkrét helyzetben, ugye ez nem egy politikai ügy primér módon, szemben mondjuk a budaházi történettel, vagy hát szintén voltak erős politikai vonatkozásai annak idején az Agrobank ügynek is. De ez inkább talán a másik két esetre emlékeztet, amikor egy mindennapi politikával mondjuk nem foglalkozó emberek számára nagyon is átélhető sztoriról van szó, viszont nagyon, nagyon nagy a különbség mondjuk a gyermekét halálba segítő anyuka esete, a Simek Kitti eset, és e között, hiszen az előbbi két esetben nyilvánvalóan az aktuális köztársasági elnököt támogatta a lépésében a közvélemény. Itt pedig hát nagyon nem erről van szó. Ilyenkor a köztársasági elnök tud-e korrigálni? Van erre mód? Meggyőződésem szerint nincsen, amíg nem érkezik valamiféle ellennyilatkozat. Még egy percre visszamennék a Csintalan Sándor támogató nyilatkozatára, mert neki például nincs jogköre. Tehát ő nem volt terhelt, ő nem volt a terhelt hozzátartozója, ő nem részese a sérteti világnak, ő nem az eljárási szereplő. Tehát én azt gondolom, hogy az ő vonatkozásában csak ilyen támogató szimpátia nyilatkozatról beszélhetünk. A kegyelmi körvényt ugyanis csak jogosultak terjesztetnek elő. És ez a jogosulti előterjesztés ebben az esetben megtörtént. Hallottam olyan véleményeket, én nem vagyok erről meggyőződve, és nem is ismerem ezt, hogy esetleg ez az ember, aki megkapta ezt furcsa módon, és ilyen értelemben valóban kirívó módon ezt a kegyelmet, lehet, hogy valakinek a valakije, vagy valakinek fontos szereplője, és eljártak az érdekében, és meg tudták vezetni akár az igazságügyi apparátust, akár az elnök apparátusát. Nem tudhatjuk, hogy mi van az ügy mögött,
Egy a dolog lényege, az ügy tartalmát senki nem vizsgálhatja, kizárólag csak a bíróságok, akár rendes, akár rendkívüli jogorvoslat keretében. Nagyon jó az érzeted a tekintetben, hogy itt a moralitásnak van hatása, és a közvéleménynek van óriási jelentősége, a felháborodás pedig még egyszer mondom, abból fakad, hogy itt a szabadonengedés, aminek nincs valószínűsíthetően közvetlen politikai következménye vagy előzménye, a megütközést kelt, hogy kiengedünk egy olyan valakit, és a társadalomban visszahelyezzük, gyakorolhatja a foglalkozását. Az, aki ilyet tett a bírói megállapítás szerint, mert azt kell igaznak tekintenünk, amit a jogerős bírói ítélet megállapított, ameddig a kúria, vagy bármelyik jogi fórum a tényállást nem változtatja meg, és ennek nagyon ritka esélye van, felebezés és úgynevezett rendkívüli jogorvoslati eljárásban a tényálláshoz nem szoktak hozzányúlni, nagyon súlyos jogsértésnek kellene következnie, hogy hozzányúljanak, és ezzel szoros összefüggésben a két másik ügyel azért nem lehet ezt egybemosni, mert ott méltányolták a személyiségnek azokat a rendkívüli körülményeit, amik kiváltották a cselekmőségét. Nem a büntetjogi megítélését, hanem az indítékait és a szituációt. A anyukánál is, meg a kislánynál is megvoltak az indítékok. Itt pedig nem látja a közvélemény az indítékot, hogy miért kell egy ilyen szemét mentesíteni a büntetőhátrányok alól, és miért kell mentesíteni a mellékbüntetés jogkövetkezménye alól. Ezt az ellentmondást kell feloldani. Én azt gondolom, hogy ameddig a köztársaság elnök nem kap újabb és újabb e vonatkozású átiratokat, addig nincs tennivalója, a saját elküldött kegyelmét pedig nem változtatja meg, mert ez nagyon jelentős arcvesztést jelentene a számára. Nagyon egyet kell értenem névrokonommal, az igazságügyi miniszter elvált férjével, aki azt nyilatkozta, hogy ilyenkor nem sunyogni kell, és nem visszatámadni kell, hanem elnézést kell kérni, és meg kell mondani, hogy tévedtünk, vagy hibáztunk. De sajnos a mai hatalomra és a mai hatalom reprezentánsaira ez nem jellemző. Nagy baj van még a köztársasági elnök tekintetében azzal a háttérrel is, hogy ő azért családbarát politikát képvisel, és előéletében, amíg nem választották, a Fidesz által nem választották meg köztársasági elnöknek, addig ő rettenetes módon kiállt a családokért és a tettségekért, és őtőle nem volt elvárható a közvélemény helyes megítélése szerint, hogy egy ilyen pedofil cselekménnyel összefüggésben hozott cselekvőséggel elkövető magatartást úgy értékeljen, hogy menjen vissza és folytassa a munkáját. Nagyon nagy a lelkiismereti kérdés a köztársasági elnöknél is, de óriási lelkiismereti felelőssége van magának a kegyelemben részesített személynek is. Ő hogy fog szerepelni ott a szűkebb környezetében, vagy hogy fog a szakmájában a továbbiakban fellépni, ha nem történik meg ez a szükséges korrekció, amit nagyon helyesen fölvázoltál. Én azt gondolom, ha hibáztak itt vagy ott vagy amott, az be kéne ismerni, és abból levonni a következményt. Igen, csak az a kérdés, hogy ilyenkor mi a korrekció? Az-e a korrekció, amit egyébként az ügyvéd úr idézett Magyar Pétertől, a számos hát, kormány alá tartozó tisztséget az elmúlt időszakban betöltött embertől, aki ugye Varga Judit egykori férje, és aki azt írta valóban nyilvánosan egy kommentben, hogy ilyenkor nem terelni kell, hanem megmagyarázni, ami történt, és elnézést kérni. Tehát egy elnézéskérésre van ilyenkor módja a köztársasági elnöknek, ha úgy látja, hogy rossz döntést hozott, vagy vissza tudja vonni ezt a tehát vissza lehet-e vonni kegyelmet? Ugye, hogy egész pontosak legyünk, és akkor megint dr. Hak Pétert idézem az ATV ma reggeli Start című műsorából, hogy a legjobb tudomásunk szerint ez a konkrét kegyelmi döntés, ez felfüggeszti a büntetés hátralévő részének a végrehajtását, tehát akkor nem kell ezt a büntetésnek ezt a hátralévő részét letöltenie a egykori intézmény vezető helyettesnek, hogyha a kegyelmi határozatot követő 5 évben nem követel bűncselekményt. Ugye, ha elkövet, akkor egyértelmű a helyzet. Az a kérdésem, hogy ha viszont nem követel bűncselekményt, akkor a köztársasági elnöknek módja van-e
a gyakorlatban korrigálni a döntését, tehát azon kívül, hogy elnézést kér. Az én jogérzékem azt diktálja, hogy nincs. Vállalnia kell a döntésének a felelősségét. Az én jogérzékem azt diktálja, hogy itt lép be az, hogy ha hibázok, akkor azt ismerje be. Kevés azt mondani, hogy ő nem szereti a pedofiliát, és kevés azt mondani, hogy nem látta át az eseményeket. Meggyőződésem szerint egy kegyelemmel kapcsolatos rendelkezés visszavonása az hatalmas arcvesztést jelentene, szakmai hibát jelentene, és én azt gondolom, hogy nem véletlenül múlt el közel egy esztendő magától a cselekményből fakadóan. Ne haragudjon, ügyvéd úr, az arcvesztést az nem végbe ment már? Tehát azt már nem elszenvedte a köztársasági elnök? A kegyelmi Bocsát, határozatának a kérdezem gyakorlása. másképp, elszenvedhet Magyarország államfője még annál nagyobb arcvesztést, mint amennyit ekkorát elszenvedett ebben az ügyben? Én azt gondolom, hogy ezt enyhíteni tudja csak, de már beszéltünk a mostani beszélgetésünk körében is arról, hogy az igazi felelősség az igazságügyminiszterem van. És az igazságügyminiszter vonatkozásában várhatnánk valamiféle döntést. A kegyelmi jogkör gyakorlója, mondjuk a király, megengedte az illetőnek annak idején, hogy ne végezzék ki, itt pedig megengedte, hogy a hátralévő büntetését ne töltse ki. Nem mondhatja azt, szerintem jogi alapon nem volt erre példa, én legalább erről nem emlékszem ilyesmire, hogy vissza lehet vonni egy ilyen kegyelmet, kivéve, hogyha erre nézve direkt beadvány érkezik, és megállapításra kerül a jogszakmai hiányosság, vagy az, hogy a két apparátus, tehát úgy az igazságügyminisztériumi, mint az elnöki apparátus, valamiféle fontos, lényeges tényről, körülményről nem vett tudomást, mert magával a közvéleménnyel összefüggésben nem kell visszavonni ezt a kegyelmi határozatot, de le kell belőle vonni a messze menő következtetéseket, és nagyon helyes a kérdés, a arcvesztés már valószínűleg beállt, az, hogy eltelt közel egy esztendő, és ez nyilvánosságra kerül. Ez a véletlen műve, ugye? Ezeket a kegyelmi eseteket nem szokták nyilvánosságra hozni, ugye? Kivéve aminek nagyobb felhangja és nagyobb populista megjelenése, és ilyen értelemben a nyilvánosság előtt zajlik. Ez az ügy nem zajlott a nyilvánosság előtt, így most utólagos korrekciójára nagyon nehéz sort keríteni, marad az erkölcsi felelősség, és az erkölcsi felelősséget viselni kell, szembe kell vele nézni, és el kell ismerni a hibát, de visszavonni megítélésem szerint ezt a kegyelmi határozatot már nem. Azt pedzegetik ellenzéki pártok, hogy, és itt most ebből a szempontból azt hiszem, hogy a Mi Hazánktól a DK-ig ugyanazt gondolják erről az esetről, hogy köztársasági elnöknek, nyilván ez arról beszéltünk már, hogy jogi felelőssége az ilyen ügyekben nincsen, és sőt a politikai felelősség is az ellenjegyző minisztert terheli, de hát, hogy távoznia kell szerintük. Most nyilván ismerve a magyar ellenzék nem csak parlamenti, hanem hát egyébként is képviselt nagyon társadalmi súlyát, ez önmagában nem tekinthető egy komoly felvetésnek, de a konkrét esetben azért felvetődik a kérdés, hogy az államfői poszt tekintélye az érintetlen marad-e. Nyilván, tehát ugye legyünk egyértelműek, Novák Katalin addig marad a helyén, amíg a Fidesz, illetve Orbán Viktor ezt szeretné, meg hát önmaga ezt szeretné. Ez teljesen világos. És én megmondom őszintén a magam részéről, egyáltalán nem tartom reálisnak, hogy emiatt az ügy miatt egy idő múlva ne legyen köztársasági elnök. Tehát nem látom magam előtt azt a helyzetet, hogy nem tudom, a DK kezdeményezésére a parlament egy ilyen megfosztási eljárást indít el vele szemben. De az egy kérdés a számomra, hogy akár Novák Katalinnak a személyes tekintélye, akár a köztársasági elnöki posztnak a tekintélye, az mennyire csorbulhat egy ilyen ügyben, ahol nyilvánvalóan egyébként a köztársasági elnök egy rossz döntést hozott,
valószínűleg nem tudatosan, tehát ha tudta volna, hogy egy ekkora balhé lesz ebből, akkor nyilván nem írta volna alá ezt a kegyelmi kérvényt. Tehát valahol valakivel nyilván elvitetik ezt a balhét házon belül, de maga a köztársasági elnöki poszt és Novák Katalinnak a tekintélye az csorbulhat-e annyira, hogy mégiscsak jobbnak látja mondjuk távozni? Én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben elsődlegesen neki kell a saját lelkébe belenéznie, és neki kell tisztáznia a múltjával, a jognyilatkozataival, az eddigi szerepvállalásával összefüggésben, hogy ez maradhat-e a helyén. Ez önvizsgálat. Szerintem egy fontos önvizsgálat. Túl azon, hogy nyilvánvalóan van politikai közeg, és a megválasztásával összefüggésben vannak szoros összefüggések a kormánypárttal. Két elemet hoznék még be, az egyik Schmidt Pál esete, aki kényszerült lemondásra a saját bakiával szoros összefüggésben, a másik a pápa látogatás. Én mind a kettőt ebből a szempontból értékelhetőnek tartom, és amikor akár a Fidesz vezetése, akár maga a köztársasági elnök asszony magába fordul, ezeket a kérdésköröket is megítélésem szerint elő kell vennie. Az, hogy a pápa látogatással összefüggés rendszerében született meg Butaházinak a szabadítása, és született meg ennek az embernek és a szabadítása, kegyelemben való részesítése, ez arcúcsapás. Szerintem arcúcsapás, pont annál a pápánál, ugye, akinek a tevékenységét jól ismerjük, aki kiemelte már sokszor kiemelte a pedofília elleni fellépés szükségességét, és nyilvánosságra akarja hozni azokat a papokat és azokat a egyház embereket, akik ebbe a bűnbe esnek, hogy így fejezzem ki magam, őrá hivatkozással kiengedni egy ilyen cselekvőséget elkövető személyt megmagyarázhatatlan. Tehát én azt gondolom, hogy a Schmidt Pál esete picit hasonlít ehhez, de volt már rá példa. Tehát a felvetés helyes, meggyőződésem szerint az ellenzék nem tudja elérni azt, hogy ebből a köztársasági elnöki székből ő felálljon. Az önvizsgálatnak kell eredményre vezetnie, és kérdés, hogy ezt ő hogy tudja kezelni, egyrészt etikai, másrészt a pozíciójából fakadó következmények figyelembevételével. Mert ha ő most feláll, és azt mondja, hogy olyan nagy a közvélemény nyomása, hogy nem tudja vállalni a felelősségét, hiszen neki minden magyart meg kell reprezentálnia, minden magyar közös érdekét kell képviselnie, az a köztársasági elnök szerepe, hogy a pártok vitáját, a különböző nézeteket enyhítse, a magyar nemzetet a külvilágba elhelyezze, és a magyar nemzet egységét őrizze. Na most, ha ez veszélyeztetett, akkor neki önmagának kell vállalnia a következményeket, és esetleg kell ajánlani a lemondást. Azt gondolom, hogy ez az ügy súlyos, de nem éri el azt a szintet, ami által ő ezt a döntést meghozza. Meg kell találni a visszavezető utat, kezelnie kell. Nem akarok profánkodni, itt van a kezemben egy csésze. Ez azért van, hogy időként teját ihassa. Ha lecsorbulna ennek a csészének a szélre, még lehet belőle inni, csak veszélye. Azt tetszett kérdezni, hogy csorbul-e a tekintély. Ennek a csészének a csorbula funkciója még használható, de már nem úgy, mint az előtt. Ez a személyes meglátás. Igen, az a helyzet, hogy én is azt látom, és akkor most egy picit a kérdező szerepéből kilépve inkább azt mondom, hogy beszélgetünk erről. Én is azt látom, hogy nem tűnik azért ez az ügy egyáltalán a 2012-es Schmidt ügyhöz hasonlónak. Még akkor sem, hogyha kétség kívül egy nagyon kellemetlen ügy a köztársasági elnök számára, és nyilván lesznek ezért deresre húzva emberek a igazságügyi tárcánál is, és a köztársasági elnöki hivatalban is, de azért ez, hogy mondjam, magyarázhatónak tűnik laikusként tévedéssel, és mondjuk nem gondolom egy olyan tudatos cselekvésnek feltétlenül, ugye Schmidt Pálnak az ügyét annak idején azért nehéz lett volna véletlen egybeesésnek nevezni. Én azt gondolom, hogy nem kell túlzásokba esni, meg kell erről a dologról emlékezni, az se baj, hogy mi most erről beszélünk, és hogy a közvéleményt is érdekli.
És ez nagyon fontos, hogy napvilágra került, és az emberek kifejthetik az álláspontjukat. Én mindig is azon az állásponton voltam, hogy hallgassuk meg az embereket, mert róluk szólnak az esetek. Nem akarok átmenni másik példába, témába, de talán majd felveted az előválasztás kérdéskörét is, mert ott is az a fontos, hogy mit mondanak az emberek, és nem az a fontos, hogy egyes pozícióban lévők hogyan ítélik meg a saját cselekvésüket. Én azt gondolom, hogy nem kell a fejét venni a köztársaság elnöknek átvitt értelemben sem. A köztársasági elnök magatartása kiválthatott ellenérzéseket és kifogásokat, de leváltani és hazaküldenie miatt valószínűleg nem lehet. A politikusok hajlamosak a túlzásokra, amikor az ellenzéki párt képviselői felszólalnak, és azt mondják, hogy mondjon le, Varga Judit pedig jöjjön vissza a Fidesz EP listájának az éléről. Ezek politikusi megnyilvánulások, és természetesen zicsert éleznek, és szeretnék ezt a zicsert a saját hasznunkra forgatni, mert választások lesznek, kérem tisztelettel, és nem mindegy, hogy ki mellett van szimpátia, és ki mögött van antipátia. Ezt a politikus meglovagolja, mert a politikus győzni akar, a politikus jobb körülmények közé akarja keríteni a sajátjait. Következésképpen felnagyítja a kisebb bűnöket is, bár ezek azért. Ez a cselekvőség megítélésem szerint, hogy maradjunk a pápánál, tényleg megér egy misét. Köszönöm szépen, akkor ennyi a köztársasági elnök körül kialakult ügyről, és nyilván erre fogunk beszélni még a következő időszakban. Azt hiszem, hogy abban maradtunk, hogy nyilván itt azért van korrigálnivaló ebben a kérdésben, de mondjuk messze nem arról van szó, hogy ez Novák Katalinnak az államfői bukását jelenteni, de mondjuk a tekintélyének a csorbulását azt mindenképpen. Egy általános kérdésem hadd legyen még az elnöki kegyelmekről, aztán átérünk az előválasztásra, ahogy az ügyvéd úr azt már jelezte. Ugye itt beszéltünk arról, hogy ez egy népszerűtlen döntésnek tűnik, erősen népszerűtlen döntésnek tűnik, mint mondjuk a bizonyos körökben nyilván a budaházi dakadott kegyelem az népszerű, más körökben nem, ugye ott az egy megosztóbb történet, ez itt azt hiszem nem megosztó, hanem elég egységes ez ügyben a társadalomnak a megítélése, de a Simek Kitti esetében Mádl Ferencnek a döntés az kifejezetten népszerű volt. Na de vajon szerencsése az, hogy a közvélemény aktuális hangulatának megfelelően írja vagy nem írja felül a köztársasági elnök a bíróságoknak a döntéseit? De ezt kell tisztába tennünk, kedves főszerkesztő úr, hogy nem a bíróság döntését írja felül. A bíróság döntése úgy helyes, ahogy megállapodták, amíg azt a jogi felületek nem korrigálják. Ez méltányossági kérdés. Az elnöki kegyelem, az egyéni kegyelem méltányosságról szól. Arról szól, hogy az illető körülményeiből fakadóan mentesíteni kell a büntetés hatájáról, vagy maradjon ugyanolyan elítélt, maradjon ugyanolyan büntetett előéletű, mint amire a bíróság őt ítélte. Tehát az a fontos, hogy itt az egyéni kegyelemről már beszéltünk, kifejezetten extrém eset, nem szerencsés, hogy Novák Katalin időszakában sokkal nagyobb mérvű lett az elnöki kegyelem osztása. Eddig 1-2% volt a kérelmezők vonatkozásában. Mi ügyvédek is sokszor mondtuk már ügyfélnek, hogy nem nagyon bízhat a kegyelemben, mert nagyon ritka eset, hogy kegyelemben részesül egy elítélt. Sokan próbálkoznak az elítéltek közül ezzel a cselekvőséggel. 1-2% volt. És jelentem, hogy az elmúlt időszakban már 9-10%-nál tartunk, hogy a köztársasági elnök, a jelenlegi köztársasági elnök a kegyelmi jogkörrel foglalkozik, és azt gyakorolja. Tehát az nem szerencsés, ha ebből csinálunk egy rendszert, az nem szerencsés, és nagyon jól érzed, hogy ha a közönség azt látja, a jogkereső közönség azt látja, hogy a bíróságot felül lehet írni, a bírósággal szembe lehet menni, ezt meg kell akadályozni. Nem szabad, hogy elburjánozzék a kegyelem, az egy különleges, kizárólagos esemény. Nem szabad, hogy ez napi renden legyen állandó jelleggel. Kirívó esetekre használható. Erre mondtam azt, a kegyelmi joggal nincs baj. A kegyelmi jog alkalmazásával lehetnek problém. Beszéljünk az előválasztásról, hogy az Egyesült Államokban felpörgött az előválasztási kampány, és az 1-2 évvel ezelőtti várakozásokhoz képest
Úgy tűnik, hogy Donald Trump elsöprő erővel robbantja be itt a republikánus pártnak a falait, és még olyan államokban is nagyon érdekes eredményekre számítanak, ahol egyébként Donald Trumpot nem engedik elindulni, tehát itt az egyik jelöltre sem, jól emlékszem, talán Nevadában van az, hogy az egyik jelöltre sem opció vezet valami 60%-kal, mert ott ugye Donald Trump nem szerepelhet az előválasztási szavazólapon. Ezek a kísérletek, amelyekről beszéltünk már ügyvéd úrral is, és megállapítottuk azt, hogy az ellen, politikai ellenfeleket politikai harcban élik legyőzni, nem pedig jogi csűrcsavarral. Mennyire ássák alá az előválasztás intézményének tekintélyét, hogyha például a Trumpot nem engedik elindulni, és utána majd lesz kérdésem természetesen a magyar előválasztásokról is. Egész más az amerikai és egész más a magyar szituáció. Ott hagyománya van az előválasztásnak, szükségessége is van, meg kétosztatú a politikai rendszer. A kétosztatú politikai rendszerben valóban ki kell tudni választani a lakosságnak, tehát a választó polgároknak, hogy ki tart legalkalmasabb jelöltnek a másik ellenféllel szemben fölállítani. Hogy különböző államok, hát az Egyesült Államok hatalmas terület, ugye 50 tagállamával együtt, a demokráciát úgy művelik, hogy mindenhol megadják azt a lehetőséget, hogy válasszák ki a számukra legszimpatikusabb pártjelöltet, aki majd fölveszi a versenyt az elnökválasztás. Ennek a hagyománya, ennek a demokratikus tisztelete megítélésem szerint kiválóan alkalmas arra, hogy gyakorolják az emberek a demokráciát, és valóban azok mérkőzzenek meg majd a döntőkben, hogy így mondjam, akik a legtöbb támogatást megszerezték. Az előválasztás célja tehát az, hogy támogatást szerezni, és ne olyan ember kerüljön a döntőbe, hogy így mondjam, egy-egy párt reprezentánsaként, aki nem érte el a társadalmi megbízatást, aki nem érte el azt a bizonyos háttérbiztonságot, ami kell a megalapozottságához, olyanok menjenek versenybe, és kerüljenek be a végső döntőbe, akiknek ez a társadalmi elfogadottságuk, a megfelelőségük megvan. Hogy az illető valamilyen formában kételyeket támaszt, mint mondjuk Trump elnök úr, a másik elnöknek meg a korával van a probléma, ezeket a kérdéseket a választó majd magában elrendezi, amikor leteszi a voksát, és nagyon jó az előválasztás, mert ezeket a kérdéseket meg lehet vitatni. Hogyan? Nyilvánosan. Mindenki látja minden államban, hogy hogy áll a verseny, a közvéleménykutatások és a leadott szavazatok determinálnak, és ebből a szempontból meghatározzák azt, hogy valóban a legalkalmasabb, legrátermettebb pártjelölt vegye föl a versenyt a másik párt ugyanígy kiválasztott jelöltjével, mert ott a demokrata párt is megcsinálja, a republikánus párt is megcsinálja a saját előválasztás sorozatát. Ne felejtsük el, ez egy évig tart Amerikában. Hát novemberben lesz elnökválasztás, és tavaly évvégén már elkezdték az előválasztásokat. Tehát ennek van egy hagyománya, van egy politikai berendezkedési keretrendszere, ami Magyarországon nincs meg. Tehát ha majd beszélünk a magyar rendszerről, akkor az összehasonlítás megítélésem szerint eléggé meredek. Beszéljünk a magyar rendszerről. Ugye azt mondta az ügyvéd úr, hogy az előválasztásnak, ha van értelme, akkor az az, hogy a végső megmérettetésre, tehát a úgymond a rendes nagy választásra már olyan jelöltek tudnak kifutni, akik mögött érdemi társadalmi támogatottság áll. Na most 2021-22-ben Magyarországon azt láttuk, hogy az előválasztást egyébként meglepetésre megnyerte Márki-Zay Péter, most a miniszterelnök jelölti előválasztásról beszélünk. Az egyéni választókerületek ugye egy fordulóban történt, ami történt, majd erről is beszélhetünk. Majd az előválasztás győztese által vezetett ellenzék az előválasztásokon győztes képviselő jelöltekkel történelmi vereséget szenvedett a Fidesztől. Akkor ez azt jelenti, hogy Magyarországon van értelme előválasztásnak, vagy nincs értelme, vagy van értelme, de valamiért rosszul sikerült a 2021-es kiválasztási folyamat. Én biztos vagyok benne, hogy én elfogult vagyok, én vállalom az elfogultságot. Még azt is vállalom, hogy a sikertelenséget is a címvédelmi választási bizottság okozta. De ez nem így van.
Ugye, Ilyen. bocsánat, a kedves nézők közül azok, annak a kis törpe kisebbsége, aki esetleg erre nem emlékszik, az ügyvéd úr ennek a bizonyos civil választási bizottságnak a vezetője volt, és ekként felügyelte az előválasztásnak a megrendezését, bár ugye azt is lehet tudni, hogy néhány dologban a pártok aztán felülírták az önök elképzeléseit. Köszönöm szépen a kiegészítést. A Civil Választási Bizottság valóban még 2018 táján jött létre, az akkori főpolgármester versenyt megelőző jelleggel, minden jelölő szervezet közös akaratából bízták ránk civilekre a független és pártatlan lebonyolítás miatt. Sikeres volt a 2019-es önkormányzati előválasztás, úgy a főpolgármester relációjában, mint mondjuk Budapesten a 9. kerületben, Baranyi Krisztina vonatkozásában. Ezek az előválasztások nagyon megmutatták, hogy ahol nincs megállapodás, hogy ki legyen a jó kihívó, ki legyen a jó jelölő, ott az állampolgárokra kell ezt rátenni. Ezt a felelősséget és ezt a kérdést. Jót tett az embereknek, az ellenzéket felrázta, megmozdultak, nem otthonról szurkoltak, hanem elmentek, szavaztak, aktívak voltak, és ennek meg volt a következmény. 2021-es előválasztási időszakban más volt a helyzet, ott a pártok magukhoz ragadták a kezdeményezést, minket civileket pedig asszisztenciára biztattak, hogy számoljunk szavazatokat, vitákat rendezzünk le, jogvitákat, menjünk el, szervezzünk esetleg nekik politikai vitákat, fórumokat. Az egyik szervezetünk biztosítja az e-mail háttértámogatást, az online szavazást, juttassuk el a mondani valót az emberekhez, nyomtas te is formában, tehát a mi civil hátterünkre szükség volt, de a döntéshozatal kisajátította. Mi már akkor ágáltunk azzal kapcsolatosan, hogy közvetlenül miniszterelnök jelöltet kérnek az emberektől, nem, pártlistákra kellett volna akkor is szavazni, a miniszterelnök jelöltet ugyanis nem az emberek választják. Nem az ember, hogy a köztársasági elnököt sem az emberek választják. A főpolgármester igen, a helyi polgármester igen. Tehát ahol közvetlen a választás, ott kell előválasztás. Arra nézve nem kell, hogy ki legyen a miniszterelnök. Majd a győztes párt kijelöli, hogy kit lesen, akár a pártvezetője, akár ki más legyen majd miniszterelnöknek. Látjuk most És a lengyel. miért alakult mégis így, hogy miniszterelnök jelöltekre szavaztak? Ez ilyen, hogy mondjam, amerikai sorozatokon nőtt fel a magyar ellenzéki politikai elit, és beleszerettek az elnök embereibe, vagy a House of Cards-ba, vagy miért ragaszkodtak ehhez? Pontos választ nem tudom megadni, valószínűleg tapasztalatlanság, valószínűleg ennek a hype-ja, ez a felhangolása, az emberek szeretnek, nagyon jól tudjuk személyekben gondolkozni, ugye, amikor most keressük azt, hogy ki legyen az ellenzék vezére, akkor is személyekben gondolkoznak, de én azt gondolom, hogy ez egy tévedés, jobb lett volna annak a bizonyos 2021-es előválasztásnak, hogyha pártlistára és egyénekre szavazhattak volna. Miniszterelnök versenyt, ha lebonyolították, az nem hiba, de nem kellett volna ennek ekkora jelentőséget tulajdonítani, elég lett volna a szimpátia szavazást. Emlékezzen vissza a főszerkesztő úr, hogy mi civilek, akik persze nem vagyunk teljesen normálisak, azt is javasoltuk, hogy legyen alternatív köztársasági elnök választás. Tetszik erre is emlékezni? Ezt javasoltuk, hogy az emberek szimpátiából szavazzanak, lehetőleg preferenciális szavazással, tehát ez azt jelenti, hogy 1-től 10-ig szavazunk, és aki a legjobb pontszámot írja el, az lesz majd végül is az alternatív köztársasági elnök. Ezt érezte az ellenzék, meg is jelöltek személyeket, emlékszünk vissza, ugye? Iványi Gábort is, Róna Pétert is jelölték, tehát ennek is meg lett volna a társadalmi elfogadottsága megmutatni. Mondt, a mai beszélgetésünk elején beszéltünk a köztársasági elnökről, hogy nem szerencsés, ha nem az emberek választják, és nem az emberek fejtik ki a véleményüket, hanem a többségben lévő kormánypárt jelöli ki az akkori alelnökét, hogy ő lesz majd a legjobb köztársasági elnök. Tehát ebből az következik, hogy itt ez egy, hogy mondjam, csak egy ilyen egóverseny volt a vonatkozásban, és sajnos befolyásolta is a végeredményt, mert két fordulósra sikeredett. Emlékezzenek vissza a kedves nézők, hogy Dobrev Klára megnyerte az első fordulót, Karácsony Gergely lett a második, és a második helyen lévő Karácsony Gergely a második fordulóban lépett vissza a mögötte végzett személy javára. Tehát itt megint az emberek akaratát megcsavarták, és az emberek akarata ilyen értelemben megcsorbult, hogy így mondjam,
és az így megcsordult 2-300 ezer ember nem találta a helyét az előválasztással összefüggésben. Ezért mondottuk mi azt, és mondom még most is azt, hogy ez nem volt annyira szerencsés. Most másra szítunk. Most önkormányzati választásokról beszélünk, az önkormányzati választásoknál óriási a jelentősége, hogy a választói rendszer arra predesztinálja az ellenzéket, hogy csak egyetlen egy erőt maradjon állva, és ennek az egyetlen egy erőtnek a kiválasztása, ha nem sikerül belső megállapodásokkal, vagy akármilyen erőviszonyok felmutatásával, akkor tessék kérem az emberekhez fordulni, mert ők okosak, és el tudják mondani, hogy ki lenne számukra lokálisan alkalmas arra, hogy helyben polgármester legyen, ki lenne számukra alkalmas, akiben megbíznak, hogy fel tudja vállalni az ő érdekei képviseletét. Nem a pártvezetőknek kell ebben a kérdésben dönteni, de sajnos nálunk a pártok az önkormányzati választást a trambulinnak tekintik, és úgy vélik, hogy az ő erejük megmutatkozása abban nyilvánul meg, hogyha egyes településeken többséget szereznek egy közgyűlésben. Ez nem helyes. A közgyűlésbe kerüljenek bele azok, akik helyben a helyi érdekeket a legjobban képviselik. És ezt nem tudja eldönteni a pártvezető a pártközpontban. És ha leülnek tanácskozni, akkor sem. Egy zárt szobában, vagy ahogy szoktuk mondani, füstőszobában. Ezt el tudja dönteni az ott lakó, az ottani pedagógus, az ottani gyógyszerész, az ottani kocsmáros, és mindenki, aki ott él, hogy számára ki az, aki megfelelő, és hagyja már le a döntését és a szavazatát előválasztáson, hogy ő kit látna szívesen a Fidesz jelöltjével szemben. Ha ezt nem adjuk meg neki ezt a lehetőséget, akkor a pártok önzőségével találkozunk, és ez az önzés sajnos az egész előválasztás gyönyörű szép demokratikus intézményét tönkre tudja tenni. Ma már ott tartunk, hogy a civileknek is elmegy a kedve, hogy fölajánlják a segítségüket, ha látják ezt a teszafuszaságot, látják azt, hogy a pártok egymást győzködik, egymást folytogatják, egymást segítik, egymástól háttal lépnek, aztán szembefordulnak. Ezt a civil segítők is már rossz néven veszik, és van még egy gondolatom, ha kérdezni, tessék kérdezni, nem akarom túl beszélni az egész műsort. Tessék nyugodtan mondani, lesz majd még kérdésem, egy záró kérdés. Problémásnak érzem azt, hogy nincs rendezve az a kérdéskör, és ez jogalkotói felelősség, ez jogászemberként teszem már hozzá, hogy mi lesz abban a 4,5 hónapban, amikor már júniusban megválasztódik az új közgyűlés és az új polgármester, és még a régi van működésben, mert a mandátuma nem szűnt meg. Az a mandátum október 13-áig tart. Június 9 és október 13 között 4 hónap fog eltelni. Mi lesz itt a jogkörökkel? Milyen döntéseket hozhat a leváltott közgyűlés és a leváltott polgármester? Milyen érzés lesz az, hogyha már az ajtóban ott áll az utódja? Hogy lehet így működni és előre menni? Megértem én, hogy a Fidesznek az volt a célja, hogy egy nagy csapdát állítson, és a két választást, tehát az európai és az önkormányzatit egy napra tette, mert lehet vezet valamit spórolni, és jól meg lehet zavarni az ellenzék gondolkodását a két metodika miatt. De nem gondolták végig, és hiányzik nekem a jogalkotónak az átmeneti rendelkezése, milyen jogkörökkel és hatáskörökkel fog működni a már leváltott közgyűlés és a leváltott polgármester. Jogosult-e olyan döntéseket hozni a mandátumából fakadóan, ami esetleg borzasztó következményekkel jár az utódjára nézve, és fordítva. Mit tud csinálni az újonnan megválasztott, hogy megakadályozza az utolsó 4,5 hónapban a már nem regnáló, de még akkor hatalomban lévő és hivatalban lévő önkormányzati tevékenységet. Ezt rendezni kell. Ez egy anarhiához vezet, hogyha nem hoznak átmeneti rendelkezéseket. Nem szabad megvárni a választás eredményét. Előre dönteni kell az átmeneti rendelkezésekről. Ez olyan kérem, mint egy ügyvezető kormány, ugye, vagy egy ügyvezető pozíció mondjuk egy társasházban, vagy egy ügyvezető, egy gazdasági vezérigazgató esetében, amíg az új nem lép be, addig a réginek gyakorolnia kell a jogkörei. De milyen jogkörökkel? Szűkített jogkörökkel? Vagy kontrollálatlan jogkörökkel? Ezt a kérdést, ha a jogalkotó nem szabályozza, nagyon nagy veszélyt látok itt a jogi anarchia
és a közjog tekintetében nem volt elégséges tehát ezt a csapdát felállítani, hogy együtt, és ez a 4,5 hónap megítélésem szerint egy jogi anarchiát, egy jogi zűrzavart keletkeztet arra a 4 hónapos interregnumra vonatkoztatva. Utolsó kérdés, mert azt tudom, hogy a tanárónak egy további interjúra is kell majd még mennie. Hány helyen várható most előválasztás? Annál is inkább kérdezem, mert hogy itt a ügyvéd úr arról beszélt, hogy a pártok önös érdekeit háttérbe kellene szorítani ebben a kérdésben. Hát ha valami kiderült 2021-ben, az pont az, hogy ezt nem láttuk. Tehát ugye ott egy olyan torzszülött alakult ki, hogy egy egyfordulós képviselőjelölti választás, egy kétfordulós miniszterelnökjelölti választás, úgy, hogy egyébként az éles választáson, ahogy el is hangzott, miniszterelnökre nem szavazunk, hanem listákra szavazunk, meg egyéni képviselőjelöltekre. Tehát a lehető leghülyébb rendszer jött, amit még esetleg, nem tudom, lehetett volna a pár plusz kérdés, de a lehető leghülyébb rendszer jött létre a 2021-22-es előválasztás, ellenzéki előválasztásnak köszönhetően. Szóval mi a garancia arra, hogy ez most nem lesz? Illetve hány helyen várható előválasztás? Hát én azt gondolom, hogy most azért könnyebb a helyzet, mert egyrészt önkormányzatokról van szó, másrészt, hogy csak néhány helyen van erre szükség az előválasztás lebonyolítására, de ha sokat tetszett fuszáskodnak, akkor erre sem fog sor kerülni, és akkor a választó megint becsapva érezheti magát. Le lehet bonyolítani az előválasztást, ma még elindítható ez február hónapban. Mi úgy gondoljuk, hogy április 13-a lenne egy ideális időpont, ahol néhány helyen mi kaptunk megkeresést Budapest 14. kerületéből, 12. kerületéből, 5. kerületéből, ugyanez van 21-22. kerület tekintetében, tehát van rá igény, csak megmondom őszintén, az egységes akaratot még nem találták meg. És az utolsó nagy problémám pedig az, azt pedig beszéltünk talán ebben a műsorban, megint elfogultnak fogok tűnni, de ezt is vállalom, ez az úgynevezett szuverenitás védelmi jogszabály. Ez február 1-től hatályba lépett, sikerült megfélemlíteni az ellenzéki oldalt, a vonatkozásban, hogy nagyon sokan félnek részt venni a közéletben, és már a civil választási bizottság tagjai között is észlelem, hogy jaj, mi lesz velünk, a kis pénzadományainkat el fogjuk veszíteni, ha részt veszünk a közéletben. Egyes szereplők már azt mondják, hogy minket meg fognak figyelni, bekerülünk majd a nagykönyvbe, ellenőrzés alá fogunk esni, tehát sikerült a megfélemlítés törvényel megint zavart kelteni, nem csak avval, hogy a két választást egy napra tették, hanem azzal is, hogy aki fellép, vagy elmegy előválasztani, azt mondja néhány ember, hogy le lesz kamerázva. És ha lekamerázzák, akkor majd látni fogja, hogy a munkahelyén is éreztetni fogják vele, hogy te olyan csúnya állampolgár vagy, aki elmentél a szénatérre, és szavaztál előválasztáson. Tehát sajnos a megfélemlítés. Bocsánat, itt muszáj közbevágnom, hogy arról azért nem tudunk, hogy 2021-22-ben bárki, aki részt vett előválasztáson, hátrányos következmény ért volna ezért. Mi nem tudunk róla, de hallottunk ilyen hangokat, de nem volt ilyen jogszabály, kedves főszerkesztő. Most van. Ez hatott a civil szervezetekre, és hatni fog megítélésem szerint az előválasztás résztvevőire. Bocsát, muszáj, én már nagyon szeretném lezárni ezt a beszélgetést, mert tudom, hogy az ügyvéd urat várják, viszont ilyenkor muszáj visszakérdeznem, hogy a szuverenitás védelmi törvény az hogy hat az előválasztáson résztvevő polgárok esetleges joghátrányaira? Úgy hat ki, hogy ez a megfélemlítési törvény, mert én ezt annak nevezem, eleve újságírókat, civil szervezeteket, politikai aktívakat fenyeget, mert azt mondják, hogy szembe megy a magyar állam biztonságával. Tehát ez az egész szuverenitás védelmi törvény egy abszurditás, mert a nemzetbiztonságnak eddig is megvoltak a védelmi felületei, ugye? Volt erre hatóság, volt ügyészség, volt rendőrség, volt feltárás, volt szakmai bizottság, felesleges ez a jogszabály, de azzal, hogy megszületett, a fenyegetés és a felemelt új ott marad, akkor még nem volt, most már van, hogy aki szembe megy a hatalmi gondolkodással, vagy más zenekarban akar játszani, vagy más hangszeren akar játszani, az bizony megütheti a bokáját. Láthattuk ezt, ugye?
különböző példák voltak, előzmények is voltak, akinek megnyilvánulásai vannak, akár a pedofiliával kapcsolatosan, akár a kulturális tevékenységével összefüggésben, akár az úgynevezett guruló dollárok vizsgálatával összefüggésben, kiteszi magát ászvizsgálatnak, kiteszi magát személyes felelősségre vonásnak, és ennek a megfélemlítő hatása meglátásom szerint hatással van a választópolgárokra, a jelölő szervezetekre is, és magukra a jelöltekre. Na, hát ez egy maratoni műsor lett, és nagyon izgalmas témákról beszéltünk. Nagyon köszönöm dr. Magyar György ügyvédnek, hogy a rendelkezésünkre állt. Nagyon köszönöm a kedves nézőknek, hogy követtek minket. Előrejelzem, hogy fölvettünk egy adást az ügyvédvonal egy egészen speciális témáról, amelyben az ügyvédos személyesen is érintett, ez pedig a Budapesten fogva tartott olasz antifának az ügye. Most, amikor ezt a mostani beszélgetést felvettük, ezt február 7-e szerda van, valószínűleg még ma ezt a beszélgetést látni fogják önök a Naphíre YouTube csatornáján, de ezen a héten még egyet fognak látni, a hétvégén kitesszük azt a bizonyos beszélgetést, amelyben az ügyvéd úr arról beszél, hogy szerinte, illetve a védence szerint milyen körülmények között tartják fogva Budapesten az itt elfogott antifa nőt, akit egyébként életveszélyt okozó testi sértéssel vádol az ügyészség, és a bírósági előkészítő tárgyalás az január végén lezajlott. De nagyon köszönöm mindenkinek a figyelmet, azt kérem, hogy iratkozzanak fel a Naphíre YouTube csatornájára, mert naponta friss tartalmakkal várjuk önöket. Ügyvéd úrnak nagyon köszönöm, hogy velünk volt, én Gavra Gábor vagyok, a naphira.hu főszerkesztője, találkozunk a jövő héten is, viszont hallásra, viszontlátásra.